Igen. Épül a díszlet a Nagyváradi vár Csonka bástyájában kialakított nyári színház színpadán. Először 2011-ben szerveztek itt nyári színházi fesztivált, azóta minden év július-augusztusában hétvégénként láthat itt előadást a nagy érdemű. De ez üres? Persze, üres a rezonancia miatt. Itt tartják benne a rezonanciát. Nagyváradon, nyáron azoknak az embereknek, akik nem utaznak el, akiknek nincs lehetőségük, hogy szabadságot máshogy töltsék, vagy egyszerűen Nagyváradra érkeznek Félixfürdőre vagy Bihar megyébe, és egy pár hetet, hónapot itt eltöltenek, azoknak is kell egy szórakozási lehetőséget biztosítani. Másrészt kulturális kínálat ilyenkor az állandó társulaton keresztül, vagy a Filharmónián keresztül nincs, ezért megteremtettünk egy olyan jellegű fesztivált barátainkkal, a Mandalával Nyíregyházáról, amelynek tradíció jóját élhetjük ma. Reggel fölkelünk, és elkezdünk röhögni. Az előző években olyan jeles színművészek léptek itt fel, mint Hegyi Barbara, Tahitót László vagy Mikó István. A rendezvény főszervezője évről évre a Nagyváradi Magyar Diák Szövetség. Láttuk azt, hogy itt áll Várad közepén a nyári színház, és nem használja ki senki, és arra gondoltunk, hogy akkor rendezzünk ide egy nyári színházi fesztivált. Előzetes tárgyalások alapján döntsük el, hogy milyen előadások legyenek, és ugye az előző évek statisztikái és nézőközönség vélemények alapján. Idén elsőként Presser Stevanoviti a Padlás című musicaljét adta elő a társszervező Nyíregyházi Mandala Színház Társulata, mely párciumi turné során került kapcsolatba Nagyváraddal még 1995-ben. Most a nyári színház baráti körét alapítják meg. Régen várnak ránk az örökre szépen. Egy interaktív kapcsolatot sikerüljön kialakítani a közönséggel. Egyrészt ez a baráti kör motiválva legyen arra, hogy toborozza a közönséget, vagy vigye hírét a rendezvénynek. Igazából a baráti kör is legyen részes annak, hogy milyen típusú produkciókat hívunk el ide. Maga a férjem betege? Nem, én kérem, inkább az áldozata vagyok. Idén az egyik legnagyobb siker Bencsik Imre Nejcser és támadás című darabja volt, Gergely Róbert főszereplésével. Egy olyan vígjáték, amely magyar tárgyú, és tele van olyan helyzet komikumokkal és szituációkkal, amely bármelyikünkkel megtörténhet, hogyha egy kicsit sikamlós területre evez. Három év alatt 300 néző váltott bérletet az előadásokra, sokan a szomszédos határmenti megyékből, sőt még külföldről is jöttek. Legyenesen Prágából jöttünk. Jöttünk a családhoz, és hát meglepetés volt, mert nem tudtam, hogy van színház, és egy pár perce még aggódtam, mert szakadt az eső, de örülünk és reméljük, hogy jó lesz az előadás, illetve én nagyon várom Cseke Katinkát. Én mindig a tévéből látom, de soha nem láttam. És a lányom hozott egy füzetet is, hogy autogramot kérjen. 40 éve járunk a színházba, már a Szégligetibe bérletünk van az unokámmal együtt. És azért járunk, mert nem ez a világ legjobb színháza, de hogy 50 év múlva is legyen itt Váradon Magyar Színház, és az unokám is, ő is lásson, meg halljon magyar előadásokat. A harmadik nyári színházi fesztivál augusztus 28-án a Kölcsönkéró című bohózattal zárul Nagyváradon.